Üdvözlöm a kedves nézőket, örvendek az újabb találkozásnak. Hűvös szelek járnak, vége van a nyárnak, fázik a lába a cirenge madárnak, de nálunk itt bent meleg van, és ebben a jó melegbe készítünk egy finom erdélyi tésztát, ami nem olyan, mint a kürtös kalács, csak rokona, mert ebben is van dió, meg cukor, de nagyon szeretik, főleg a férfiak. Elárulom, hogy hívják ezt a tésztát. Úgy hívják, hogy darásfészek. De olyan is tulajdonképpen, mint egy darásfészek. Na, fogjuk neki a munkának, lássuk a hozzávalókat. Hát kezdjük mindjárt a liszttel, élesztő, egy kevés só, tej, cukor, dió, vaj, tojás, citrom, vaníliás cukor és langyos tej. Először felfuttatjuk az élesztőt, ami úgy történik, hogy tejet töltünk, ugye? Kevés lisztet, és kevés cukrot. Jól összedolgoztuk, letesszük és megvárjuk, hogy felfusson. A tojásokat szétválasszuk, és a lisztbe tesszük. Az élesztő szépen fel is futott, és elkezdhetjük az összedolgozást. Elkezdjük az összedolgozást, előbb késsel, aztán kézzel. És most belereszeljük a citromot. Elsőben csak a héját. Mielőtt nekifogjunk a munkának, ahogy kinéz még, kér egy kis tejet. Na, elég jól összedolgoztam, most szépen letesszük, hogy fél órát kell keljen. Addig elkészítjük a tölteni. Tesszük a vajat, amit aztán szépen elkeverünk habosra, a cukortóra. Szép habosra keverjük, utána belekeverjük a diót. Szép simára keverjük, és ezzel meg is van a krémünk. Következik megint a tészta. Ez úgy néz ki, hogy elég vékony, rátehetjük a tölteléket. A masszát könnyű, szépen kenjük szét egyenletesen, mindenhova jusson.
Szinte egyenletesen elkentük a tölteléket, szépen felgöngyölítjük. Ezután felszeleteljük, és berakosgatjuk a kizsírozott tepsibe. Miután a tésztákat bekentünk tojással is, betesszük az előmelegített sütőbe. Tésztánk elkészült. Gyönyörű piros. Jön, hogy beleharapjon az ember. Jó étvágyat és jó találkozást!